Újabb kísérletet tesz a kormány az önkényuralmi jelképek betiltására. Az alaptörvény módosítására beterjesztett javaslatban azt írják, hogy figyelembe vették a Strasbourgi Emberi Jogi Európai Bíróságának gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság április 30-ai hatállyal szüntette meg a tiltott önkényuralmi jelképek használatát tiltó büntető törvénykönyvi paragrafust. Kettős mércével méri a vörös csillagos és a horog keresztes diktatúrát a Magyarországi Munkáspárt 2006 is. A párt elnöke azt magyarázta a Szociális Riportra hazánkba látogató európai baloldali párttal tartott közös rendezvényen, hogy nem csak a kommunista hatalom gyilkolt politikai alapon, hanem a keresztvédelmére létrehozott inkvizíció is. Mi a munkásmozgalom pozitív hagyományait akarjuk képviselni, és ezeket a hagyományokat nem vagyunk hajlandók hagyni összemosni azokkal a bűnökkel, amelyeket a mi nevünkben, a mi mozgalmunk nevében mások elkövettek. Az Éhség Magyarországon című rendezvény francia vendége arra hívta fel a figyelmet, hogy az Orbán kormány nem képes úrrá lenni a súlyosbodó szociális válságon. A kommunista párti aktivista az Európai Parlament elé vinné a magyarországi mélyszegényeknek az ügyét. Azt állítja, korábban a szovjet hatalom az újraelosztás érdekében nyúlt a diktatúrához, a fasizmus azonban célirányosan gyilkolt. Egyáltalán nem lehet összekeverni a két dolgot. Még az egyik ugyan nem demokratikus eszközökkel, de a lakosság nagy többségének az érdekeit szolgálta, addig a másik a társadalmak megosztásában volt érdekelt, és ezért a célért szélsőséges módon gyilkolni is hajlandó volt. Mi hajtónkánkon nem lesz ilyen. És mi a véleménye? A szocialista pártnak a szegfője az új logója lesz. Az MSZP elnöke nem ért egyet a vörös csillag használatával, ahogy az Árpád-sávos zászlót is sértő szimbólumnak tartja Mesterházy Attila. A Munkáspárt 2006 viszont már május 1-én tesztelni fogja a kormány új törvényét, ahol munkát, kenyeret fognak követelni mindenkinek.